Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré. Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Rózsa Péter. Először nagyon röviden, gyorsan a múlt heti műsorhoz érkezett két hozzászólás tartalmáról hadd mondjak egy-egy mondatot, és utána belevágunk a mai témába majd. Trianonról volt szó, hogyan érintette a zsidóságot, a Magyarország területén élő zsidóságot a trianoni békeszerződés következtében a területek elcsatolása. Erről hosszasan tudtunk és nagyon izgalmas, érdekes dolgokat beszélni. Szóba került viszont egy bizonyos ponton a neológia kérdése. Ez már túlmutatott nyilván Haraszti György történésze és Köves Lomó rabbival való beszélgetésünk témáján, hogy az sikeres volt az asszimiláció, vagy nem volt sikeres az asszimiláció, ami egy európai jelenség a zsidóság életében, és ez érdekes indulatokat váltott ki. Eddig három olyan hozzászólás volt, amelyik azt próbálta és azt igyekezte bizonyítani, hogy ellentétben a mi megközelítésünkkel, ami elhangzott az előző műsorban, igenis az asszimiláció elkerülhetetlen, szükséges volt, és a fejlődést, valamint a zsidóság biztonságát szolgálta. Erről mi már Köves Lomóval korábban, még a múlt évben rendeztünk már egy vitaműsort, és lehet, hogy erre érdemes lesz visszatérni, majd ezt megbeszéljük, de addig is köszönjük a hozzászólásokat, össze fogjuk gyűjteni a vonalban. Itt van Köves Lomó, rabbi, szerbusz, és itt van velünk Dombi Gábor, zsidó kultúrtörténész, aki az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem doktorandusza. Szerbusz, Gábor! Üdvözlöm a hallgatókat! Nagyon jó halljuk egymást. Gábor egy fantasztikusan izgalmas új könyvvel jelent meg. Egyelőre, ha jól tudom, csak online változatban olvasható, de hamarosan már nyomtatásban is, vagy már kapható, Gábor? Már kapható. Ó, de jó. Néhány könyvesboltban, tehát van olyan barátom, aki már meg is rendelte. Akkor szerencsés, mert én még csak online tudtam pörgetni. Osztály ellenségek, az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai. Ez a címe a könyvnek, ami egy nagyon hosszú kutatásnak az eredménye, és ma erről fogunk beszélgetni. Természetesen meg sem tudjuk közelíteni a könyv gazdag tartalmát ebben a 2x25 percben, de bizonyos vonalak mentén fölvázoljuk azt, hogy mi mindennel foglalkoztál, és mi minden az, ami felkeltette az érdeklődésedet, de természetesen miután már magában a bevezetőben is utalsz elég részletesen és elég drámai módon, családilag te nagyon is érintett vagy ebben a dologban. Összefoglalád a hallgatónak, hogy miképpen? Hát igen, az én mostoha nagyapámat kitelepítették, tehát én egyik olyan családnak a képviselője vagyok, akit személyében érintett ez a kitelepítés. Hát mi végigéltük ugye a 20. századot mindannyian, tehát itt a fehér terrorban a dédapám halt meg, aztán nagyapám az Ilona Majorban halt meg, pontosabban kivégezték, és aztán a háború után, amikor a nagymamám hozzáment egy Deutsch nevű úrhoz, aki aztán Dombira magyarosított, ők pedig elkerültek egy kedves helyre a magyar-román határhoz. Tehát nem ért véget a holokausztal a magyar zsidó sors, és azt gondoltam, hogy érdemes volna talán leginkább apukámnak megírni ezt a könyvet, hogy mit is jelenthetett a kitelepítés valójában neki, aki kicsit fiú volt a kitelepítés során, illetve nagyon sok más magyar zsidónak is. Van egy érdekes bekezdés, amit azzal kezdesz, hogy a deportáltak iratanyagainak böngészése közben az volt az érzésem, hogy nem kutató történész, hanem drámaíró kellene a sorsok, életek, szenvedések, bukások és felemelkedések feldolgozásához. Mégis a száraz tudományos megközelítést választottad, holott itt a dráma valóban szinte fokozhatatlan. Mi az, ami teljesen meglepett és újdonság számodra a kutatás okán, hogy miért szenvedi el a zsidóság Magyarországon a elmúlt mennyi is, több mint 30 éves üldöztetés, jogfosztás és vagyonvesztés és haláltáborok után az új rendszernek a haragját? Hát ezek az emberek nem mint zsidók kerültek kitelepítésre. Tehát ezt azért mindenképpen le kell szögeznünk. Nagyon sokan közülük erősen vallásos, a kásus tartó emberek voltak, tehát még nagyon-nagyon élt
a hagyományos zsidóság közöttük, és hivatkoznak is arra, hogy nem tudják biztosítani a kitelepítés során a kóser étkezés. Most megint saját példa, pont a nagyapám írta az egyik könyörgő levelében, hogy mi nem fordulhatunk idegen emberekhez, mi joint ellátottak vagyunk. Na most Mezőberényben a joint aktivitása az eléggé alacsony fokú tudott lenni. Ez azzal járt, hogy ez egy éhezést hozott magával ennek a családnak. Tehát ők valójában, akiket kitelepítettek, nem mint zsidók, nem zsidóként telepítették őket ki, viszont zsidóként élték meg nagyon-nagyon sokan a kitelepítést, és elsősorban a zsidó hitközség segített mindenkinek, akinek csak tudott. Hát itt Stöckler Lajos vezette hitközség meg tudott tenni az érdekükben, azt megtették. Snomót hallottam, egy nagyon halkan, úgyhogy segítsünk. Tudom, most most jó. Igen, most kezd erősen. Üdvözöllek, Gábor, én is, ebben nem volt alkalom. Én is elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és nagyon ígéretesnek tűnik, nagyon örülök, hogy ezt megírtad, és sikerült kiadni. És ebből a könyvből kiderül, hogy én csak az első egy-két fejezetet sikerült egyenlőre elolvastam, hogy már a különböző korábbi kutatásokból is kiderül, hogy a zsidók számaránya ebből, ha jól értem, körülbelül 10-12 ezer kitelepítettből az lényegesen nagyobb, mint a társadalomban betöltött általános arányuk. Ha jól értem, akkor egy olyan számításra jutott már a Hantóféle összefoglalás is, és te is, hogy ez körülbelül 20% lehetett. És azon gondolkoztam, hogy más történelmi jellegű összeállításokban, vagy a kort értelmező anyagokban, az azért fölmerül, mint szempont, hogy ugyan a zsidók szenvedései a korai rákosi korszakban, azok ugyan nem az antiszemitizmus jegyében történtek, és nem mint zsidók lettek áldozatok, de hogy azért volt egy olyan kimondatlan szerepe is az ő zsidóságuknak ebben az egész történetben, hogy a kommunista mozgalom és az új hatalom vezérei éppen, hogy amúgy a saját zsidó származásuk okán azt fontosnak tartották a többségi társadalom felé bizonyítani, hogy hát a kommunizmus az nem egy ilyen zsidó összeesküvés, és hogy az osztályjelenségek között nem fogunk különbséget tenni a hortista elitek és a zsidó gyáriparosok elitjei között. És ezért ebben volt egy ilyen kompenzáció, ami azért azt is jelenti, hogy arra azért tudatosan figyeltek talán, hogy az áldozatok között láthatóan legyenek zsidók, és akkor most jutok el a kérdésemhez, hogy a kutatás során találtál-e bármi olyasfajta jelet, hogy azért az mégiscsak szempont volt, hogy a zsidók aránya azért láthatóan nagy legyen a kitelepítettek között? Nem. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát a zsidók kaptak büntetést azért, mert zsidók, pontosabban azért, mert cionisták. Tehát a Magyar Cionista Szövetségnek a főtitkárát, Gálos Henriket azért telepítik ki, ez egyik büntetése, a kitelepítés, a cionista összeesküvés per előtt, mert zsidó. De egyébként nincs ilyen, pláne azért tudom ezt állítani, mert borzasztóan kevés híradás jelenik meg, vagy jelent meg a kitelepítésről. Tehát a hatalom nagyon hamar és pontosan megérezte, hogy ezt a kitelepítés dolgot ezt nem lehet eladni. Nem lehet eladni. Propaganda célokban nem lehet felhasználni. Nem. Tehát hihetetlen mennyiségű igazolás, belég, tanúvallomás támad hirtelen a kitelepítettek mellett, hogy jól végzi a munkáját, nem volt kizsákmányoló, nem volt nagy kereskedő, nem volt ilyen, nem volt olyan. Tömegével álltak az emberek a kitelepítettek mellé. A munkások, akiket megpróbáltak beköltöztetni ezekbe a lakásokba, első zsigeri lépésük az volt, hogy nem fogadták el ezeket a lakásokat. Tehát itt az a kitelepítésnek az a specifikuma, hogy
olyan embereket büntettek, akiket nem tudtak büntetni, hanem volt bűnük. Tehát őket nem lehetett szabotázsért bíróság elé állítani, nem lehetett összeesküvésért elítélni. Egyszerűen csak volt egy társadalmi csoport, aki ugye a éppen fennálló rezsimnek deklarált ellensége volt, tehát ellenségképet kellett ott akkoriban kreálni, és erre a csoportra megpróbáltak mindent ráhúzni, de ezek az emberek nem voltak bűnösök. Az egésznek a célja az volt, hogy megszerezzenek nagy mennyiségű ingatlan Budapesten, hiszen egy óriási lakásmizéria van ekkor a városban. A bombázások után a újjáépítés, a lakások tatarozása megkezdődött, de messze nem volt elég vidékről Budapestre érkezőknek a lakás, ahol lakhatnak, ekkor jött a társbérletek kora, és már maga a bombázások után kényszer összeköltöztetések voltak Budapesten egy kerületében, de hát kellett még a lakás. Akkor felvetődött először az az ötlet, hogy minden nyugdíjast és kegydíjast ki kell telepíteni Budapestre, pontosabban el kell őket zavarni, vidéken szerezzenek maguknak ingatlant, és a munkásokat telepítsék az idősek lakásába. Ezt a Budapesti Pártbizottság ezt lefújta, abszurdnak találta, és akkor megtalálták ezt a remek társadalmi csoportot, az osztályellenségeket, akik részint a volt korábbi elitnek a tagjai, vagy azt mondták, hogy a korábbi elit tagjai. Na most azokra igaz, hogy azt mondták, hogy na ezek voltak valójában a zsidók. Most hogy kerülnek a körbe egyszerű iparosok, akik egy kicsi műhelyben dolgoznak, semmiképpen nem lehet rájuk fogni, hogy burzsuá osztályhoz tartoznak, és osztály idegenként kitelepítik őket. Persze erre való magyarázat túl szofisztikált lenne, hogy a bármelyik kor dokumentumban erre rá lehettél volna, csak mi a véleményed? Ezt azért körüljártam ezt a kérdést. Tehát a második világháború után a életben maradt és újrakezdő zsidók előtt azért nagyon nagy lehetőségek nyíltak meg. Tehát mind a kereskedelemben, mind a hadseregben, mind a rendőrségen, hirtelen kellettek a szakemberek, akik beindítják az életet. És akik korábban segédek voltak, azok hirtelen mesteri pozícióba kerültek. Akik régen kereskedők voltak, most úgy érezték, hogy akkor regisztrálhatják magukat nagy kereskedők. És innentől kezdve ez egy automatizmus volt, ja, ott vagy a listában, hogy nagy kereskedő, akkor ki lesz ebben. Tehát van egy olyan példám, mondjuk a Klauzál téren, a piacon játékot áruló hölgy, aki elköveti azt a hibát, hogy nagy kereskedőként regisztrálhatja magát a háború után, és egy szobakonyhás lakásban lakik a Klauzál utcában, a WC a gangon, és kitelepítik, mint nagy kereskedőt. Miközben a gyereke éppen akkor ér vissza, nem csak, hogy megjárja a holokauszt minden pokrát, hanem még hadifogságba is kerül, és elviszik az oroszok, visszatér a fia, és azzal szembesül, hogy akkor költöznek vidékre. 1951-et írunk, csak mondom a hallgatónak, aki később kapcsolódott be, hogy amiről beszélgetünk, az 1951-es budapesti kitelepítés és annak zsidó áldozatai osztályellenségek címen ezzel így jelent meg Dombi Gábor történész legújabb könyve, amiről beszélgetünk, és egészen felfoghatatlan, hogy teljesen szerencsétlen emberek. Akkor csak tulajdonképpen adminisztratíva volt érdekes a rezsimnek, hogy osztályellenségeket kreáljon és kitelepítsen. Így van. És ami nagyon-nagyon izgalmas, az a honnan telepítik ki őket. Ami én nagyon-nagyon alapos vizsgálatnak vetettem alá Erzsébetvárosnak, a Bolt zsidó negyednek, és az egész 7. kerületnek a kitelepítési Herceg utcáit, és itt az arányok egy kicsit másak, hiszen tradicionálisan zsidók által lakott területről van szó. Tehát itt a kitelepítettek 40%-a volt zsidó, és jelesül érdekes módon föl lehet a térképen fedezni, és ez itt a könyvben is benne van, a térkép, vagy több térkép is, hogy honnan telepítik ki, hol laktak a nem zsidók, és hol laktak a zsidók. Tehát az első körben a főútvonalakról, a főútvonalakon lévő lakásokat veszik célba, tehát a város vagy a kerület legjobb lakásaiból telepítik ki azokat az embereket, akiket adminisztratíve el lehet ítélni.
fogadva, és általában ezek nem voltak bűnösök, ezek idős emberek voltak javarészt, csak hát valamikor vagy a társadalmi pozíciójuk nyomán, vagy éppen az adott korban a foglalkozásuk nyomán megletett őket volt. Ami érdekes, hogy viszont zsidók nagyobb számban a mellékutcákban tömörülnek. Az elsődleges például Erzsébetvárosban a Damjanics utca, a Tököli út, a Rákóczi út, ahonnan kitelepítik az embereket, de a zsidók például a Veselényi utca 4-ből lesznek kitelepítve, a Klauzár utcából, aztán a Veselényi utca néhány mellék utcájából, tehát ők a kevésbé frekventált lakásoknak a tulajdonosa, és itt rögtődött bennem, és erre nem tudtam igazándiból választ adni, talán valamelyik olvasó majd tud, hogy minek kellett egy lerozzant első Erzsébetvárosi komfort nélküli ház az AVH-nak. Tehát ezt nem tudtam meghatározni. Az, hogy a Rákóczi úton, a Damjanics utcában, ott a Városligetnél egy többszobás lakás kell, az még érthető. Vagy akár a mai Bajcsi-Zsenecki úton. De a mellék utcákból ez már teljesen érthetetlen volt. Ugye akkor, ha jól értem, azt mondod, Gábor, hogy a kitelepítésnek nem voltak a rendszer számára propagandikus céljai, vagy legalábbis elég hamar rájöttek, hogy propagandára ezt nem lehet használni, és sokkal inkább egy technikai jellegű, vagy adminisztratív problémát akartak megoldani, jelesül a lakáshiányt. Ez nem érdekes, mert ugye egy-két műsor ezelőtt beszélgettünk, azt hiszem, hogy a Kastner-tel kapcsán beszélgettünk a háború utáni perekről, és akkor szóba került például a Berend Béla főrabbi, akit kifejezetten azért állítottak bíróság elé, hogy legyen azért zsidó vádlott is a vádlottak padján, és akkor itt azt mondta, hogy itt a zsidóságnak semmi szerepe nem volt. Viszont van egy másik érdekesség, ami most a beszélgetésünk során is fölmerült már, mert az elmúlt 15 percben, hogy azért nem lehetett propagandisztikus célra felhasználni, mert hogy az emberekben megszólalt az erkölcsi óra, és nagyon sokan adtak be kérvényt a kitelepítésre szántak védelmében, és hogy azt írod, hogy kitűnik a jelentés készítőinek a valóságtól való, vagy nem a valóságban élése, vagy azt, hogy mennyire nem értették, hogy mi a társadalmi valóság, hogy döbbentek voltak azon, hogy mennyire nem voltak képesek felfogni, hogy miért ilyen segítőkészek az emberek az osztályjelenségekkel kapcsolatban. És akkor itt nekem bennem rögtön megszólal, hogy, és erre te is utalsz a könyvben, hogy ez mennyire más, mint mondjuk 44 tavasza. És hogy 44 tavaszán, nyarán mennyire nem volt sajnos meg ez a többségi társadalom nagy részében ez az erkölcsi reakció, és 7 évvel később pedig megvan. Ez számomra egy érdekes, ezt nem gondoltam. Már hogy ez mitől változott meg, hogy 44 tavaszához képest? Mi az oka annak, hogy ez megváltozik? Aha. Attól, hogy szembesültek ezekkel a borzalmakkal, attól, mi az oka annak, hogy ugyanezek az emberek tulajdonképpen, vagy ugyanez a társadalom 7 évvel korábban messze nem volt ilyen bátor, és nem szólalt meg benne az elkölcsön. És nem gondolom, én nem feltétlenül, de lehet, hogy rosszul gondolom, hogy ez azért volt, mert hogy itt az áldozatok 44-ben zsidók voltak, itt meg nem kifejezetten zsidók. Vagy te, neked van erre valami magyarázatod, magyarázó modellek, hogy mi az, ami megváltozott ebben a 7 évben? Igen, van. Tehát gyakorlatilag el tudod azt képzelni, hogy Budapest, amikor felszabadul, 18 000 holttest van az utcákon. Tehát nincs olyan utca szinte a városban, ahol ne halottak feküdnének jobbra-balra. Itt az Erzsébetvárosban meg aztán halmokban állnak a halottak. Tehát egy olyan döbbenet, egy olyan csömör, egy olyan dráma ír meg a mindennapi ember, ami mai aggyal szinte elképzelhetett. A másik, hogy én úgy éreztem ezekből a szövegekből, hogy nagyon már nincs mit veszteni. Tehát ezek az emberek találkoztak már a halál, az erőszak olyan sok formájával, hogy ezt már még egyszer nem, ebben nem akarnak játszótársak lenni, semmilyen hatalom. Ráadásul itt az erkölcs szót használtad, tehát van egy olyan történet, amikor egy raktárost telepítenek ki, mondván, hogy ő nagy kereskedő, egyébként egy orosz cégnek, az oroszok által
megszerzett cégnek a raktárosa, és maga az orosz vállalatvezető is ne kell lobbizni a raktárosáért, a 150. senkiért a cégnek. Tehát itt egy olyan más millióban vannak az emberek, hogy együtt éheznek. Együtt állnak sorba a volt uralkodó osztály tagjai, meg a prolik, a zsidók, a nem zsidók kenyére. Ne felejtsd el, 1951-et írunk, az ellátás az egyszerűen Budapestnek katasztrofális, jegyrendszer az éppen akkor ért véget. Tehát amit az Állami Áruház című filmben látunk, az 52-ben mutatja be a filmet, hát ott még messze nem tart az ország. Notabene a rendezőnek, Gerler Viktornak az anyukája szintén fölkerül a kitelepített kitelepítésre ítéltek listáján. Már a film rendezőjének az anyukája? Kinek az anyukája? Gerler Viktor, a film rendezőjének az anyukája. A film rendezőjének. Tehát aki az Állami Áruházat rendezte, Gerler Viktor, annak az anyját is ki akarják telepíteni. És különben ezeknek a lobbizásoknak van eredménye? Tehát mondjuk mennyivel csökken a végül a kitelepítettek száma ahhoz képest, amit eredetileg elterveztek? 5000-rel csökken. 4000 valahány százal, de nagyjából 5000 ember. Aki ezt megúszta, néhányan megszöknek a kitelepítés elől. Egyébként az én családom is úgy döntött, hogy a nagypapának jó kapcsolatai voltak, kapott egy fülest, hogy kell a lakás, és jobb, ha elhúzza a csikot. Ő lemenekült a paksi ortodox hitközség védernyője alá a jesivába. De hát aki nem tud megszökni, azok elkezdenek lobbizni. Szóval nem mindenkinek van olyan társadalmi kapcsolatrendszere, amit ezt igénybe tud venni. De volt olyan, például Déri Sári művésznő, aki élt 7 Kossuth díjas írt alá a levelet, és mégis kitelepített. Tehát megúszta. És ott is halnak, ugye? A kitelepítésben. Csak kitelepítésben is halnak. Igen, nem Mádon. Igen. És ha már szóba került, akkor talán te írod, de olvastam ebben kapcsolatban máshol is talán cikket, hogy nem kevés volt, akik öngyilkosok lettek elkeseredésükben, egész igen. Családok. Igen, tehát már sok volt azoknak az embereknek, akik átélték a holokausztot, még egy ilyen deportáció. És ami nagyon érdekes, hogy már a kortársak is úgy élik meg, hogy ez deportálás. Tehát ugyanazt a szó használat, ugyanazzal a szóhasználattal találkoztam az iratokban, mint amit mi használunk a holokausztra. Ez egy ilyen történelmi körben egy nagy vitát váltott ki, hogy használhatjuk ezt a kifejezést erre a kitelepítésre, hogy deportálás. Én úgy vélem, hogy szerintem igen, de mások azt mondják, hogy ezt fönn kéne tartani a zsidó áldozatok elhurcolására. És te miért gondolod, hogy ezt lehet használni? Mert lényegében a bűntelen embereknek az elhurcolásáról van szó. Tehát a deportálásnak ők nem tudják, hogy egyébként szerintem a magyar csendőrség semmi, hogy a vége egy kivégzés, és egy nagyon kegyetlen kivégzés. Itt egyébként benne volt ebben a történetben, hogy itt is kivégzés lesz. Egy ilyen terv? Nem volt ilyen terv, de viszont az emberek lelkében... Azt gondolták, hogy ez volt a így reakció. Van, pontosan azt gondolták, hogy itt kivégzések lesz. És hát végül is hosszabb távon kivégzés volt, mert ugye az élet... feltételeiket teljesen elvették, tehát sem munka, sem az alapélet véniás. Igen, az egy külön fejezetet, bocsánat, megér, hogy ahová kitelepítették a budapestieket, ott a helyi lakosság falvakban és egyéb majorságokban hogyan viszonyult a kitelepítettekhez. Ez nagyon érdekes történetek vannak mindjárt az Eszterházi Péterre visszaemlékezéseiben, és majd idézzük ezt a hírek után Köves Lomóval és Dombi Gáborral, mert 2:30. Csak semmi Majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi Majré. Osztályjelenségek az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai. Ezzel a címmel jelentette meg kutatásának eredményeként új könyvét Dombi Gábor, zsidó kultúrtörténész, aki az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem doktorandusza. Vele és Köves Lomó rabbival beszélgetünk a könyvben feldolgozott különböző fejezetekről, illetve eseményekről, illetve összefüggésekről, hogy vajon miért is voltak nagy számban 1951-ben a budapestről kitelepítés
kitelepítettek között a zsidók, miközben ugye, és ez, ha volt erről bármilyen tanulmány, vagy tanítás az iskolákban, legfeljebb annyi hangzott el, hogy az osztály idegenként apostrofált lakosság egy részét kitelepítették, és gyorsan az ávó meg is szerezte egy mozdulattal az ingatlanjaikat, lakásaikat. Ugye is a beszélgetés eddigi menetében ez volt az egyik szál, hogy ugye itt a lakások megszerzése volt az egyik cél, hiszen óriási lakás ínség volt Budapesten. De aztán ott tartottunk, hogy felelevenítsem a hírek előtti gondolatot, hogy Köves Lomó felvetette, hogy hogy lehetséges az, hogy az a lakosság, amelyik 1944 tavaszán hát tétlenül és sokszor még kárőrendbe is figyelte a zsidók deportálását. Ugyan ez a népesség a háborút követően 1951-ben már deportálásnak minősíti maga is, és a kitelepítéseket, és szörnyülködik, és nagyon sokan lépnek föl, hogy ismerőseiket megmentsék, kimentsék a kitelepítések alól. És akkor Dombi Gábor válasza, de javíts ki Gábor, ha rosszul emlékszem, az volt, hogy közben volt egy Budapest ostroma, 44 karácsonyától 45 májusáig végtelen pusztítást él meg az a város, amelyik az elmúlt 6 évben békésen éli az életét, a kávéházak, színházak működnek, és a háborúról az embereknek fogalmuk nem volt, majd az ostromot követően több mint 18 ezer hulla borítja a félig szétrombolt várost, hogy ez egy olyan társadalmi sokk volt, hogy megjelent a szolidaritás. Jól foglalom össze, Gábor? Igen. Ez volt akkor ennek a lényege. Igen, ott is tartottunk, hogy voltak, akiknek sikerült megszökniük, kimenniük, akkor most gyorsan vonjunk egy mérleget. Mit mutatnak a számok még egyszer? 13.700 embert telepítenek ki, ezek javarészt családok. Uh-huh. Tehát amikor a kitelepítési határozat megérkezik, az a család fő nevére érkezik, nem egymaga. Áll, tehát vagy párok vannak, vagy 4-5 fős családok gyerekekkel együtt. Nagyon sokan megpróbálnak mindent elkövetni azért, hogy gyerekeik legalább megmeneküljenek. Tehát van egy olyan történetem, amikor egy apa mindent elkövet azért, hogy az elvált feleségéhez kerülhessen a gyerek, és ez sikerül is. Van olyan eset, amikor egy unoka gyakorlatilag elárulja a saját nagyapját, és csak azért könyörög, hogy ő ne kelljen kitelepíteni, arra való hivatkozása, hogy szolgált az AVH-ban, az unokát valóban nem telepítik ki, a nagypapát kitelepítik, és a nagypapa meg is hal a kitelepítésben. Gábor, akkor ez 11.200 személy, vagy 11.200 család? 13.700 ember akiket kitelepítenek Budapestről. És ez körülbelül hány család? Hát akkor ez olyan 4.000 család körül van? Igen, körülbelül igen. Uh-huh. Most itt keresem. A mentesítés, tehát beszéltünk arról, hogy mentesítés mennyi, most fölcsaptam. Igen. Én is már... A könyvet hiszem már egyébként egy 3 évvel ezelőtti kutatás, ami most megjelent. 2200 főt mentesítenek összesen a kitelepítés alól. A megszökött, a kitelepítés elől sikeresen megszökött 44 fő, öngyilkos lett 13 ember, és összesen 2333, akit nem sikerült kitelepíteni. Akik a kitelepítési határozatot megkapják, az 6644 család. Ebből 5893-an át is veszik, és 5182 család az el is megy Budapestről vidékre. Uh-huh. Itt a nyers számokat. Ugye még én visszatérnék erre, mivel kicsit beszéltünk, hanem tényleg az indítója az egész könyvnek is, meg a műsornak is, ugye a zsidók számaránya a kitelepítettek között. Igen. És ugye az a számítás, ami jól értem, nyilvánvalóan egy hozzávetőleges számítás, mert a kitelepítési adatokban nem tüntették fel a vallást vagy a származást, az, hogy nagyjából 20%-a a kitelepítettek zsidó. És akkor itt két kérdésem is lenne, hogy egyrészt ez első ránézése, első blikre mondjuk
zsidóság számarányához képest egy 20-szoros szorzó. Másrészt pedig ugyanakkor a budapesti lakossághoz képest, vagy a budapesti lakosságon belüli számarányának, a zsidóságnak már messze nem 20-szoros szorzó, hanem megkockáztatom, hogy talán közel is van, mert nagyjából 1 millió a lakosság a Budapestnek ekkor, és abból kb. 200 ezer zsidó lehetett. A háború előtt 230 ezer volt, de ne felejtsük el, hogy a háború után már csak 240 ezer van, vagy 140 ezer van, ebből viszont 1948-ig egy nagyon komoly kivándorlás volt. Uh-huh. Ebből 17 ezer, akkor, akkor ez mondjuk egy dupla... Ez azt jelenti, hogy ez nagyjából dupla, dupla számarány. Arra van valamilyen magyarázatot, hogy miért? Hogyha nem volt szempont az, hogy a hatalom bizonyítsa, hogy azért zsidókat is deportálnak, akkor mi volt az, ami miatt így alakult, hogy a zsidók lényegesen felül voltak reprezentálva ebben a kitelepítettek között? Hát az a zsidóság társadalmi munka megosztásából fakad. Tehát az, hogy a középosztály nagy jelentékeny részében erős pozíciókat foglaltak el a zsidók, ez egy faktum. Mármint most a háború előtti állapotról beszélünk. Tehát itt a kereskedelemben, a bankszektorban, a szolgáltatási szférában, a sajtóban azért a zsidóság elég erősen volt reprezentálva. Notabene erről nem szoktunk beszélni, de a munkásság körében is. A kisműhelyek, a vasműhelyek, az ékszerészek, itt nagyon-nagyon erős a zsidók jelenléte. És akik túlélték a háborút, ezek újraindították a vállalkozásaikat. Tehát az ékszerészek ismét megnyitottak, a kandelláber gyár ismét elkezdett termelni, és ezek a textil cégek ismét nagyon nagy erővel elkezdtek termelni, tehát fel kellett újra ruházni a lakosságot. Tehát itt nagyon-nagyon hamar kialakul, és egészen jól működik egy újabb zsidó középosztály a háború után. És óriási energiák szabadulnak fel, hiszen a korábbi alávetett státusz, ami 38-tól egészen 45-ig tartott, az elmúlik. Tehát felszabadulnak energiák, és elkezdenek az emberek dolgozni, tehát itt teljesen érthető, hogy a vállalkozási szektorban ismét ott vannak a zsidók. De van egy másik szempont is, hogy akiket kitelepítenek, azoknak az átlag életkora azért 59 év. Tehát ezek az emberek nagyjából a millennium idején születtek, vagy azt követően, és a pályafutásuk nagy része a Horthy érába esik, ahol egy szép lassú, fokozatos felfelé, vagy akiket én vizsgáltam, felfelé törekvés volt megfigyelhető. Tehát van olyan kitelepített, aki egy bank szolgából küzdötte fel magát 30 év alatt egy ilyen adminisztratív banki igazgatóvá, aki ugyan 38-ban nyugdíjaznak, de mégis 51-ben felkerül a kitelepítettek listájára, mint bankigazgató. Hm. Tehát itt megint bejön a lezser, az adatokat rosszul kezelő, az adatoknak és az embereknek valójában utána nem néző hatalomnak a slendriánsága, amire igazából nincsen jó kifejezés. Hát... Különben ez azt jelenti, hogy még csak egy utolsó ilyen a kívánságon vezető, az azt jelenti, hogy amikor az előbb beszéltünk a hírek előtt arról, hogy adminisztratív eszközökkel választották ki a kitelepítendőket, és hogy tulajdonképpen, hogy mi volt mondjuk bejegyezve, hogy kiskereskedő, vagy kereskedő. Ez azt jelenti, hogy valamilyen háború előtti jegyzék volt az, ami alapján mondjuk egy nyugdíjazott bankigazgatót azt továbbra is nagy bankárnak tekintettek. Egyáltalán milyen adatbázisból dolgoztak? Tehát hogy dőlt el, hogy kire mutattak rá? Ennek a pontos meghatározása, ez nagyon előteljesen kérdéses. Tehát van olyan nézet, aki azt mondja, hogy már 1944. decemberétől, amikor már az oroszok Magyarországon már városokat foglalnak el, elkezdődik a listázás, azoknak a listázása, akik potenciálisan a kommunizmus ellen
számba vehető emberek. A másik nagyon egyszerű dolog, hogy fölcsapod a telefonkönyvet, és benne van, hogy igazgató. Na hát ez a slendviánság akkor, vagy annak oka, ugye, amiről beszéltél. Hogy a 45 után is, tehát van egy olyan kedves talmudistám, aki nagy kereskedőként bejegyezteti magát, pedig egy mezei ügynök volt, és nem sikerült neki semmit, még a kiskereskedőnek sem lennie, mert egyszerűen nem ért rá a tanulmányai miatt. És őt is kitelepítik. Tehát itt egy olyan kaotikus világ van, hogy muszáj ingatlanokat produkálni, muszáj valakiket megbélyegezni, hogy ő ellenséget, és az a kettő itt találkozik, és teljesen mindegy, hogy az emberileg hogyan érint valaki. Bocsánat, igen. Slomo kérdésem mögött én sejtek még egy kérdést, hogy ezek szerint te legalábbis nem találkoztál olyan dokumentumokkal, amelyek arra mutatnának rá, hogy a kommunista rezsim a kitelepítések névsorának összeállításakor használta volna a nyilas nyilvántartást, illetve az azt megelőző, mert az nagyon precíz volt, a kutyafáját döbbenetes volt az az embertelenség, hogy még olyan újsághirdetések jelennek meg 1944, sőt, még a dunántúli részeken 45 kora tavaszán, januárban, hogy azonnal szolgáltassa be özvegy Schwarz Robertné azt a fél méter, nem tudom milyen csipkét, amit elmulasztott, miközben szegény özvegy Schwarz Robertné már régen a levegőben pernyeként elment Auschwitzban, de az adminisztráció még működött, tehát döbbenetes volt az állami nyilvántartása a többi között a zsidóknak is, de akkor ezt ezek szerint nem találtad a nyomát, hogy ezt is felhasználták? Nem. Uh-huh. Nem, ezt nem találtam, tehát igazándiból még nagyon-nagyon sok kutatás kellene ehhez a kitelepítés históriához. Itt az előbbre visszatérve, hogy honnan tudja az ember, hogy zsidók vagy nem zsidók, miközben nincsen ott föltüntetve valóban a vallás, hát úgy, hogy megnézi a kutató minden egyes névre, azt sejti, hogy zsidó, hogy hol van eltemetve, hol született, mi az anyja neve, és ha valaki sátoralja új helyen születik, és mondjuk Kuhn Sárinak hívják, akkor nagy valószínűséggel számba vehető zsidóként, pláne, hogyha a Kozma utcában van eltemetve. Tehát én így jártam el az összes emberrel, akit én nevesítek a történetben, az összes erzsébetvárosi kitelepítettel, ezt egyenként néztem ezeket az embereket így, tehát még jócskán van kutatni való ezükben. Ahogy annak sincs nyoma, hogy mi lett az a Ciráki Ferenc rendőrszázadossal, aki a kitelepítések alatt a kérelmeket kezelte. Tehát őre például nem találtam semmilyen nyomot. Egyelőre még az archívumokban, hogy ő hogyan tűnik el 56 után ebből a millióból. Tehát nagyon sokat kellene még kutatni, és a tervezettséget én nagyon erőteljesen megkérdőjelezném. Hát van például egy, inkább a mezei rossz indulat és a számok növelése a cél. Tehát van egy olyan történet, hogy egy 90 éves bácsit kitelepítenek, azt remélve, hogy elveszik majd az ő négyszobás lakását. A bácsi az Alma utcai szeretett otthonban éppen aktívan harcol. Haldoklik. A felesége a mellette lévő ágyon, és ennek ellenére kitelepítik, azt a pesti zsidó hitközség eléri, hogy Nyíregyházára a szeretett otthonba kerüljenek, ahol 3 hónap múlva a bácsi meg is hal. És kiderül, hogy a lakása már nem az övé, mert ő azt már visszaadta a tanácsnak, az akkori tanácsnak, viszont van 2 társbérlője, és hogy ne legyenek útba, ezt a 2 társbérlőt is kitelepítik. Őrület. Ez tényleg jó. Ez hihetetlen. Itt nem számított semmi. Azt számított, hogy van egy lakás, egy nagy lakás, amit meg lehet szerezni főútvonalon. Viszont a mellékutcákban, tehát például a 6. kerület mellékutcáiban lévő nagy polgári lakásokból szinte alig telepítenek ki embereket. Budán sokkal kisebb. Mi a rációja ennek?
Nem értem rá, mert ennek nem maradt meg dokumentáció. Tehát ahogy hogyan ment végbe ez a döntési mechanizmus 1950 végétől 51 áprilisáig, ennek nem sikerült ezt a dokumentációt felelni a levéltárban. Mert ugye az első zsidó törvények idején az azért elég jól dokumentálva, hogy a mondjuk konkurens kiskereskedő kinézte magának a zsidó cipésznek a boltját, és ő volt az, aki nagyon akkurátusan az államigazgatásban elérte, hogy ez a bolt legyen megszüntetve, vagy valamilyen administratív eszközzel legyen ellehetetlenítve. Akkor ezek szerint, ha jól értem, ebben az egészben semmifajta alulról jövő kezdeményezés nem volt, hanem a hatalom felülről valahogy úgy gondolta, hogy ezt majd akkor volt egy állapályos. Semmifajta jelzőt. De olyan nem volt, hogy valaki kinézte magának a lakást, és akkor az nyomta. Tehát a lakást bárki nézhette ki, ezt nem kapta meg. Tehát itt már központi lakáselosztás van. Jó, hát de gondolom, hogy a pártfunkcionások egymás közt azért gondolom, hogy azért volt valamifajta kis korrupció, vagy lehetett talán. Mert ez nem közvetlenül az ostrom után volt jellemző, hogy kiutalta a szovjet katonai hatóság kérelmekre a kinézett lakást egy ideig, ez működött, de utána a magyar adminisztráció helyreállt. Lehet, de 51-ben itt már sokkal szigorúbb volt a rezsim, kevés volt a lakás. Viszont én azt cáfolnám csak, amit Slomo mondott, hogy nem volt alulról jövő kezdeményezés, mert volt. Tehát ugyan van a belügyi iratokban egy komoly panasz sorozat, hogy miért nem jelentik föl az emberek a bolt nagykereskedőt, meg grófot, bárót, meg ezeket a szörnyű osztályellenségeket. Itt nem volt egy ilyen alulról jövő nyomás, de van arra bizonyíték, hogy igenis volt feljelentés, és egy közismert embernek a kitelepítéséhez vezetett, ez pedig Királyhegyi Pálnak a története. Tehát őt effektívben mószerolja a saját házmestere, a Szent István Parkban lakik az apjával, és kitelepítik őt adásra. Ez az első 200 évem című könyvben majdnem teljesen pontosan le van, hogyan történik ez. Nem működik jól a feljelentős hagyomány, hogyha ezt lehet így mondani. Ugye én nem tudtam végigolvasni a könyvet, időben meddig követted, Gábor, a kitelepítési eseményeket, a visszatérés benne van már? Nem. Tehát az, hogy hogyan történik a amnesztia és a visszaengedés, igen, de hogy utána mi történik az emberekkel, az egy újabb kötet igényelne. Itt néhány esettanulmányt raktam össze, tehát nem tudtam végignézni több ezer embernek a teljes anyagát, hiszen akkor egy kitelepítési lexikont kellene persze. Összeállítani. Jó, itt nem is ez a cél, csak közben mondom a hallgatónak, hogy amiről beszélünk, a Dombi Gábor osztály ellenségek, az 1951-es budapesti kitelepítés zsidó áldozatai című könyv, és ennek a részleteiről, bocsánat, csak hogy aki közbe kapcsolódott be, annak a kedvéért mondom ezt a dolgot. Szóval addig, amíg a rehabilitációs határozatok megszületnek, addig követi a könyv az eseményeket. Igen, illetve hát néhány eset tanulmány végig. Aha. Tehát, hogy mi történik a kitelepítettekkel utána, tehát hogyan kerülnek vissza állásba. A lakásaikat javarészt nem kapják vissza, ebben is van nem egy kivétel. Tehát van, aki vissza tudja szerezni a lakását. Ez vagy a társadalmi pozíciója miatt, vagy a család és a család neve miatt valósul meg, vagy egyszerűen csak annyira sokat harcol azért a dologról, hogy enged a hatalom. Tehát itt az is látszik, hogy a bürokráciát le lehet győzni. Van egy olyan esettanulmány, egy úrról, aki addig rágja a hatalom fülét, hogy inkább elengedik, csak ne írjon neki több levelet. Tehát itt kifárasztásos. Az mint kitelepítés elleni módszer, az nagyon jól működik, hogy működött, illetve van egy olyan család, aki kitelepítik őket, nem értik, hogy miért, mert tényleg egy segédmunkásról van szó, és annyira besokalnak, hogy megszöknek. Mégpedig onnan vidékről, és a hatalom olyan szinten nem hiszi el, hogy két hónapra teljesen lefagy a rendőrség, és nagyjából fél év múlva kezdenek el olyan üzembe kapcsolni, most már vissza kellett volna menniük ezeknek, nem? A kitelepítés helyére, és nagy nehezen tudtam meg, hogy ennek a családnak sikerült átfogni Ausztriába. Wow.
Hihetetlen. Tehát az, hogy a Tiszától elgyalogoljon valaki az osztrák határig, ahol mindenféle trótakadályban meg aknak, és átvergődjön, azért le a kalappa előtt. Ők nagyon fiatal volt, tehát 40 éves apuka. Fiatal anyuka, meg egy kislány volt. De az összes többi ezt nem tette volna meg. Tehát, a 60 éves nagyapám ott két gyerekkel, meg egy szívbeteg feleséggel, az nem fog. Ők hol voltak egyébként, Gábor? A nagypok? Mezőberényben. Mezőberényben. Van arról emlék, hogy meséltek-e, vagy áthagyományozódott-e valami történet, hogy ahová betelepítették őket, gondolom családokhoz, meg egyebe, hogy fogadták őket? Hát először nem családokhoz kerültek, aha, hanem a romos mezőberényi zsinagógában dekkoltak egészen addig, amíg nem találtak maguknak megfelelő lakást, mert ha apukám emlékezett a Nemcsa, akkor a nagypapa hát elég hátsó is volt, hogy hova. De akkor egyszerűen nekik kellett megkeresni, hogy hol fogadják be őket, ha jól értem. Nem, tehát általában a kitelepítési határozat meghatározta, hogy hol, melyik kulákhoz, aha, melyik gazdához, hova kell költözni. Amikor az ő kitelepítési határozatuk megérkezik, őket egy más helyre telepítették volna ki, viszont ők megszöktek Paksra, és Paksonról kezdik az AVH szervezni egy más helyszíni, egy mezőberényi helyszín kitelepítést, és ott nincsen előkészítve semmi. Mezőberényben viszont nagyon sokan voltak már kitelepítettek, tehát nem volt azonnal szállás egy eléggé vallásos zsidó család számára. Tehát ez egy, de különben mezőberényben akkor már nem éltek zsidó? Nem éltek zsidó? Nem. Hát a vidéki magyar zsidóság az már gyakorlatilag... Hát nem, hát azért az 50-56 előtt azért még nagyon sok vidéki, még kis településen is volt zsidó közösség, ha nagyon megcsapant is. De értem, hogy nem. Jó, nem tehát hogy hogyan fogadták őket, maradtak-e emlékek erről, ugye, mert... Apukám nagyon kicsi volt még akkor. Ő még kicsi volt, igen. Tehát ő az egyébként csak arra emléke, ott járt első osztályba, hogy egyszer fölült egy lovaskocsi bakjára, és ezzel úgy kifolyt, meg az, hogy a zsinagógába laktak, és hogy nem volt ablak. Uh-huh. Tehát ezek voltak az emlékeiben, semmi más. Igen, ugye Eszterházy jut eszembe, amikor írja a család kitelepítési történetét, ahol a Parasz család, ahova beköltöztetik a gróf urat, és meg van tiltva, nem használhatják a nemesi címeket megszólításkor, akkor a családfő kitalálja, hogy doktor úrnak szólítja az Eszterházy papát, és ez az a tisztelet, amit megőriz, az a társadalmi ranglétán elfoglalt helynek a tisztelete, ezt egyszerű tiszta paraszt ember nem hajlandó elfogadni, hogy a társadalmi ranglétán felette álló oda transponálja maga mellé a föld padlós szobába. Elképesztően izgalmasan van megírva. Ezért kérdeztem, hogy maradt-e valami családi emléke erről a dologról. Hát a dokumentáció megvan, viszont azt még, hogy mondjam el nagyon gyorsan, hogy egy hét múlva lesz 69. évfordulója, hogy megjelent a cikk a Szabad Népben a kitelepítésekről. Aha, amivel indítod a könyvet, 1951. június 17-én tették közé a belügyminisztérium azt a közleményét, amiben. Igen, de itt ugye hazudtak a számokat, illetően meg közlik, hogy igen, hány grófot, 52 grófot, 41 bárót, valamint hozzátartozóikat, 10 volt hortista minisztert, 12 volt hortista államtitkárt, 85 volt tábornokot, stb. És akkor gyártulajdonos, bankár, gyárigazgató, nagykereskedő, nagybirtokos. Tehát itt csupa a felső osztálybéliekről tesz említést, holott egy csomó egészen szerencsétlen kisembert is kitelepítenek. Így van. Uh-huh. Tehát ezzel indul. Tehát a számuk is lényegesen nagyobb a valóságban, mint a cikkben megjelent, így van, ugye? Meg hát így van. De az még egy érdekes dolog, a számomra döbbenet volt a könyvben ezt olvasni, ezt mint referencia hozott, hogy a Horváth Attila azt írja, hogy 51 és 53 között 40 ezer besugó volt Magyarországon, és 1,3 millió ember ellen folyt eljárás. Ez felfoghatatlanul nagy szám.
pláne annak fényében, hogy az előbb azt mondtuk, hogy a társadalom erkölcsi órája már kiválóan működött. Az egy 40 ezer besúvó, az mégiscsak 40 ezer besúvó. Hát honnan tudjuk, hogy ezek közül mekkora rész volt az, amelyiket könnyű volt megzsarolni bármivel egy háború után? Igen. És kényszerből. Ott vannak a nyilvántartásban, és mondjuk nem súgnak be, de benne vannak a nyilvántartásban. Én nem mentegetném, csak azt mondom, hogy megtanított minket a történelem tanulmányozása során, hogy óvatosan vigyázzunk vele, hogy egykori szerepvállalásokat hogyan ítélünk meg, mert hát ugye le lehet. De a szám akkor is döbbenetes, persze, egészen elképesztő. Egyébként találtál nyomot, Gábor, ez az utolsó másfél percünk van, hogy ebben a kitelepítési mechanizmusban a BM használt titkos szolgálati eszközöket, vagy pedig az a Slendrián... Nem kellett. Nem kellett egyáltalán. Tehát kiköltözték a rendőröket a házakhoz, vagy magát a kitelepítésre ítélt embere kitöltöttek egy adatlapot, vagy kitöltötte a házmester, tehát nem kellett titkosszolgálati eszközök. De ebben már csak egy percben, hagyd mondjam el, nagyon ami nagyon egy... izgalmas, igen, az a nemzetközi viszonyok. És erről még Magyarországon nagyon-nagyon keveset beszéltünk, hogy a világ sajtóban 100-szor annyi cikk jelent meg a magyar kitelepítésekről, mint a magyar sajtóban. Itt a, itt a következő fejezet, amiről érdemes lesz akkor még beszélni a műsorban. Köszönöm szépen Dombi Gábornak, a zsidó kultúrtörténésznek, aki az Országos Rabiképző Zsidó Egyetem doktorandusza, és Köves Lomónak, hogy Gábor művéről és a kitelepítések történetéről tudtunk beszélgetni. Szóljanak hozzá, küldjenek levelet, írják meg a véleményüket, jövő héten visszatérünk rá. Minden jót, szervusztok nektek is, és a hallgatónak köszönöm a figyelmet. Csak semmi majré. Magyar zsidó történetek. Csak semmi majré.